Sziasztok, Svejt Zsolt vagyok a 2017-es Mobile World Congressoron. A tech videót nézzetek, a képen pedig a Harman Kardon Onyx Mini Bluetooth-os hangszóróját láthatjátok. A termék kialakítása nagyon ismerős lehet, viszont mivel már korábban láthattátok a nagy testvérét, látható, hogy tényleg ennek a kicsinyített másolatát fogjuk itt kapni. Ha megnézzük a terméket, akkor két különböző szín van, nekünk van egy fehér és egy fekete. Ide felülre kerültek nekünk a funkciógombok, találunk középen egy bekapcsoló gombot. Itt alatta van nekünk nagyon halványan ötlet, megpróbálom bekapcsolni, nem tudom mennyire látható a videóba. Látható, most felgyúlott és mutatja, hogy az 5-ből 4 világít. Szóval a 4/5-én van az akkumulátor töltöttségi szintje. Került nekünk még ide egy plusz, egy minusz gomb, ez természetesen a hangerőszabályzáshoz. Van nekünk egy dedikált Bluetooth gombunk, ami most villog nekünk azt mutatva, hogy csatlakoztassuk a készülékünket, illetve került rá egy dedikált telefongomb, amivel pedig hívásokat tudunk majd fogadni. Természetesen ezáltal mikrofon is került a készülékbe, szóval a konferencia beszélgetésekre is alkalmas lehet. Ha megnézzük, akkor még ide került hátulra egy micro USB csatlakozó, amivel tölteni fogjuk, illetve egy jack bemenet, hogyha kábel segítségével szeretnénk inkább csatlakoztatni az eszközeinket. Látható, hogy nagyon kis, aranyos, kompakt kialakítású, akár könnyedén hordozhatja is az ember, nem úgy, mint a nagyobb testvérét, a Onyx Studiót, ami inkább csak otthoni használatra ajánlott. Ez lett volna tehát a Harman Kardon Onyx Mini, minden a 2017-es Mobile World Congress-ről. Én Svejt Zsolt voltam a Tech Videótól, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!